Erős várami Istenünk, szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet Advent harmadik vasárnapján. Foglaljunk helyet. Bevezető igénk ezen a mai napon a második korintusi levél egy gyönyörű mondata. Isten valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné és általa lett ámenné Isten dicsőségére. Mai ünnepi Isten tiszteletünknek kedves vendéget, dr. Háfenser Károly gyülekezetünk volt parógus lelkésze, akit így mindnyájunk nevében szeretettel köszöntünk. Örülünk arra, hogy el tudtad fogadni a meghívást, és most ígéhirdetés szolgálatával tud jelen lenni a tisztelendő úr közöttünk. Délután is részese lesz majd az ünnepi együttlétünknek a 3 órakor kezdődő ünnep is, az orgona szentelése, vagy hát az orgonára visszaemlékezünk és ünnepségünk kapcsán is. Mai együttlétünk során örvendezéssel, emlékezéssel, némely család szomorúsággal vagy jelen, hiszen gyászolók, friss gyászolók is vannak közöttünk. Örömünket és fájdalmainkat is vigyük az ünnepi oltár elé, vagy Isten színe elé. Bevezető énekünk a 139-es szép adventi énekünk, ezt zengünk most. Thank you.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Áldasd meg velünk, Urunk, a Te kegyelmedet, add nekünk üdvösségedet. Eddig is megkegyelmeztél a Te népednek, és elfedezted minden védünket. Tér hozzánk most is üdvözítő Istenünk, és fordítsd el tőlünk a Te haragodat. Jézus Krisztus által, akit azért küldött ebbe a világba, hogy ő a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Látogass meg minket kegyelmeddel, és oszlass el a sötétséget lelkünkben a Te világosságoddal. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Advent harmadik vasárnapján Istenünknek üzenetét, azt a lekciót, mely egyházi rendünk szerint olvastatik most fel. Megírva találjuk Máté evangéliumában a 11. fejezet második versétől a következőt. Amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait és megkérdezte tőle: Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elindultak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadt a nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyok palotáiban vannak. Ugyan miért mentetek ki?
prófétát látni? Bizony mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről meg van írva. Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk őt, a Szent Háromság egyik az Isten, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, ahogy egyházunk a mai napra, Advent harmadik vasárnapjára, az ige hirdetés alapjául rendelte, és írva találjuk János apostolnak a mennyei jelenésekről szóló könyvében, a harmadik fejezet, hetedik versétől a következő képen. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg ezt. Ezt mondja a Szent, az igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki.
tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme elhozom őket, hogy leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá, az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ez az ige hirdetési alapigéje. Keresztény gyülekezet, drága szekszárdi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, gyönyörű igét kaptunk ezen az adventi vasárnapon. Philadelphia gyülekezete. Philadelphia azt jelenti, hogy testvér szeretet. Egy közösség, ahol működik a testvér szeretet. Én így nézek erre a közösségre. Lehet, hogy sok minden más összeköt minket. A sok közös érdeklődés, a sok közös történet, emlékek, vagy közös aktivitás. És ezek nagyon fontosak. Aztán fontosak a rokoni és a baráti szálak is. Fontos az, hogy honnan jöttünk, közös vagy különböző helyről származunk, és kerültünk Szekszárdra. És még sorolhatnám, hogy mennyi minden összeköt. De ezt talán el lehetne mondani sokféle klubtagról, vagy egyesületi tagról is. De a szekszárdi gyülekezet Philadelphiából származik, és Philadelphia az életformája. Igen, mert egyedül ez fontos, ez számít a testvér szeretet. Ez tartja össze ezt a közösséget. És ennek hírértéke van a városban, a megyében, az egyházban. Hogy szeretitek egymást testvérként. Isten gyermekei szeretettel néznek a másik emberre, mert ő is Isten gyermeke, és testvérek vagyunk. Krisztus tanítványai szeretettel közelednek egymáshoz, mert ezt a kiváltságot és lehetőséget, és benne a feladatot és küldetést kapták a Mestertől, akiről azt jegyezte fel a szeretett tanítvány János. Szerette az övéit, mind végig szerette. Annak ellenére, hogy ismerte őket, és nem kergetett illúziókat. És akik tényleg a Mester mellé és követésére szegődtek, azok kipróbálták ezt az életformát. És működik. Kiderült, hogy működik. Nem azért, mert olyan szeretetre méltók vagyunk. Nem azért szeret minket a mi Urunk. És
mi nem azért szeretjük a testvéreket itt a gyülekezetben, mert jó fejek, mert kedvesek, mert könnyű természetűek, hanem azért, mert erre hívott el minket a mi Urunk, hogy mondja, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És ez nem hangulat függő, és még csak nem is érzelem függő. Ez biztos motiváció, indíték és energiaforrás. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Szekszárdi testvéreim, ti szeretitek egymást. A testvér szeretet nem életidegen elmélet Szekszárdon, hanem gyakorlati valóság. És nem akarok rózsaszín képet festeni, és nem akarom azt illusztrálni, hogy amikor öregszik az ember, akkor megszépít mindent a múlt. Akkor is tudtam, és azóta is tudom. És higgyétek el, ez nem idealizálás. Tudom, hogy meg-meg torpanunk ezen az úton. Ismerjük egymást, és talán ismerjük saját hibáinkat is. És tudjuk, hogy néha bebecsúszik egy-egy baki, amikor méltatlanok vagyunk a testvér szerető keresztény névre. És mégis tudom, hogy ebből éltek, és ezzel éltek. Ezt én megtapasztaltam. Annak idején is, amikor itt éltem köztetek, utána is, ahogyan sugárzott az irántam való testvéri szeretetetek a messze távolba is. Még akkor is, amikor életem nehéz időszakait éltem, a szekszárdi testvér szeretetre számíthattam. És így jöttem most vissza a közébe. Lassan 30 éve, hogy elkezdhettem közöttetek a szolgálatot. És lassan 25 éve, hogy tovább vitt a hivatásom útja. De mintha mi sem változott volna. Pedig változott. Változott a város, változott a gyülekezet, változtak az emberek, de ugyanúgy jöttem haza közétek. Nem azért, mert Szekszárdon otthon voltam és vagyok, hanem azért, mert átéltem a testvéri szeretetet, amit az akár több száz kilométeres távolságok sem szakítanak meg. Szeretetet kaptam, és szeretettel jöttem. De ezért csak egy valakinek jár a hála, Krisztusnak, aki halálos szeretetével a mi szívünkbe is, még a mi szívünkbe is tud szeretetet ébreszteni. Ami titeket összeköt itt, az köt össze minket is, a Krisztustól kapott szeretet. A testvér szeretet legyen maradandó közöttetek, mondja Pál apostol, de ez nem valamiféle kötelességre szólít. Ne azért szeressétek egymást, mert ez az előírás, ezt kell csinálni a gyülekezetben. Nem erőlködő, bocsánat, izzadság szavú szeretetre hívott el minket a mi Urunk. Nem az a feladat, hogy szeressétek egymást. Az a feladat, hogy maradjatok Krisztusban. Tőle ne szakadjatok el. És akkor megmarad a forrás. Kiapadhatatlan forrás. Akkor van utánpótlás. Szekszárd, Philadelphia. Van egy gyönyörű mondat a reformátorunknak. Ez a mondat maradt meg véglegesen nekem, elég intenzív, 500 éves jubileummal kapcsolatos munkámból. Így fogalmaz Luther, Isten nem megkeresi, hanem megteremti bennünk azt, ami számára szeretetre méltó. Testvéreim, vigyázzatok arra, amit Isten megteremtett. A philadelphiai gyülekezet ma levelet kapott, és hála Istennek megkaptuk ezt a levelet,
nem került a szemek közé. És erre figyelnünk kell. Mostanában sokszor megtörtént velem. Fontos elektronikus levelet kaptam, a biztonsági szűrés olvasatlanul kitette a kéletlen levelek közé a kukába. Morogtam is eleget, megmondom őszintén. Miért akadályozza meg valami, hogy valaki az életemben fontos üzenetet küldjön? Tudom, hogy a biztonságomat szolgálják, és közben mégis elveszett az, ami fontos. Nem ér célba egy esetleg életet meghatározó, jövőt befolyásoló levél. Testvérek, az ördög munkája ilyen. Isten üzen, fontos levelet küld, és mi nem kapjuk meg. Az ördögnek vannak ilyen túlbuzgó spam szűrői. Kiszűri látszólag azt, ami veszélyes, de kiszűri azt is, ami javunkra van. Tudatosan teszi ezt. Úgy tesz, mintha segítene, mintha megúrna minket a komoly veszélytől, és közben elveszi tőlünk azt is, ami a miénk. Ügyes. És ez olyan, mintha egy postai levélen valaki átírná a címet. És a postás, nem találva a célszemét, visszaküldeni ezzel a címkével, a címzett ismeretlen. Isten életbe vágóan fontos üzenetei sokszor elvesznek. Mi a megoldás? Egy megoldás van, nagyon figyelni a levelekre, sőt, más módon is kapcsolatot tartani a feladóval. Ez a postai úton nem egyszerű. Elektronikus levelekkel is igen fáradtságos, mindig visszakérdezni. De az Isten kapcsolat fenntartásában nagyon is működik. Ami állandóan bekapcsolva tartjuk lelkünk mélyén az üzenet küldés, üzenet fogadó figyelőinket, akkor meg fognak érkezni Isten üzenetei. Ami az imádság vonalán, forró dróton vagyunk az Istennel, akkor nem fognak elsikkadni a nekünk küldött isteni anyagok. Ha mi kitesszük magunkat rendszeresen az ige hirdetésnek, élünk az ige hallgató lehetőséggel, akkor nem teszi sem környezetünk, sem belső vakságunk a kéretlen levelek közé, amit Isten küld. Testvérem, két fontos mondatot, vagy inkább, még inkább két szót húzok most alá ebből a levélből. Lehetne sokkal többet is. Estig beszélgethetnénk róla. Ha attól jön egy levél, akit szeretünk, akkor többször is elolvassuk. Ugye megteszitek nekem, hogy ma délután, vagy ma este újra elolvassátok a Jelenések könyve 3. fejezetéből az idevágó részt. Levél a filadelfiai, szexádi gyülekezetnek. Mindkét mondat Jézus szava, számunkra az övé a döntő szó. Amit ő mond, az maga az élet számunkra. És ez a két szó ilyen, megtartalak és eljövök. Valódi átadott ígéretek. Nem üres emberi ígéretek, amiket ilyen-olyan százalékban betartunk. Igény bevezetőjének név használatával ezt az igaz mondja szava, sőt ő maga igaz. Megtartalak és eljövök. Megtartalak. Drága ígéret szól a gyülekezetnek, szól minden gyülekezeti tagnak, nekem és nekem. Amire adventben készülünk, az a megtartó születésének az ünnepe. Megszületett és elvégezte a feladatát. Igen, ott a kereszten az elvégeztetett azt jelenti, hogy elvégezte megtartó munkáját, megtartott. Elvethetett volna, feladhatta volna az emberrel, a tanítványi közösségével, az értetlenkedő övéivel való vesződést. Nem, ő megtartotta őket. Csak feltámadott, Szent Lelke által alapított egyházában ugyanezt tette
megtartotta az egyházat évszázadok viharaiban, külső és belső támadásokban, nagy veszedelmek idején és kihűlő közömbös korszakokban, üldöztetésekben, és akkor, amikor elkérdésedtünk. Igen, az ő megtartó szeretetéről szól ennek a templomnak 90 éve, és a gyülekezet egész története. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, olvassuk Jeremiás irgalmának kulcsmondatát. Ezt a megtartó szeretetet remélhetjük magunk, egyházunk számára. Semmi és senki más nem tarthat meg, nélküle zuhanás az élet. Vele biztonság és emelkedés. Jézustól, Jézussal tudjuk, hogy Isten tenyerén vagyunk, ez tart. Az evangéliumból tudjuk, hogy Jézus imádkozó keze tart minket. Gondoljunk csak Péterre, Péter helyzetére. Jézus azt mondta neki, Péter, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, de én imádkoztam, értetek. Nekünk ez az egy reménységünk, fájdalmunkban és gyászunkban is, hogy azok, akik elmentek, akiknek el kellett engedni a kezét, és volt ilyen nagy fájdalmunk bőven 2018-ban, azok az Isten tenyerén vannak, többet nem tudunk róluk. Kérdőjelek sokasága ott ágaskodik a szívünkben, de egy biztos, hogy mi Isten kezére bíztuk őket, és akkor jó helyen vannak. Nem csak kezünket, a lelkünket, a teljes valónkat tartja a mi Urunk, megtartó szeretetének bizonyítéka, hogy még élünk. Most 2018. december 16-án ezzel a fantasztikus ígérettel indulhatunk a templomból karácsony felé, majd az új év felé megtartalak. És a másik szó elérvök, ez a lényeg. Nem hagyott magunkra, nem nézi tétlenül, hogyan vergődünk, nem tartja távol magát tőlem és tőlünk. A kereszténység nem a múltban, és nem a múltból élő vallásos társaság, mi a jövőből élünk. És a jövő nem valami, hanem valaki, Krisztus, aki jön, aki visszajön. Mi nem a végre készülünk, nem a semmibe tartunk, nem a világ vége katasztrófáját hisszük, nem a halál zuhanó élményét várjuk, hanem Krisztust, hogy mikor jön, az a türelmétől függ. Eljön, hogy magával vigyen, mert helyet készített nekünk. Eljön, hogy megítélje a bűn az enyémet is, mert mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. A jövő Krisztus felé tart, a jövő maga Krisztus. És ebben a jövőben Krisztus szekszárnak, a gyülekezetnek, nekünk tanítványainak fontos szerepet szánt. Így olvastam, oszlop szerepet. Aki győz, oszloppá teszem. Mondhatnám így is, építeni szeretne ránk. Milyen megtiszteltetés, milyen felelősség, és milyen lehetőség. Akinek van füle, hallja, meghangzik igény utolsó mondata, és az egyszeri pap az anekdota szerint, mikor felolvasta ezt az alapigét, és benne az utolsó mondatot, akinek van füle, hallja, csak ennyit mondott, testvérek, füle pedig mindenkinek van, ámen. Igen, meghallhatnánk az igét, mert megvan rá lehetőségünk. Mégis sokszor elengedjük a fülünk mellett. Néha egyik, néha másik fülünkön jön és távozik. Azért hangzott ma az igehirdetés pár szavaival élve, mert úgy tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítsen. És ma ezt tette a fülünkbe, a szívünkbe, a tarisznyánkba, útravalóul,
eljövök. Csatlakozzunk a jelenések könyvének írójához, aki így fejezi be a könyvet. Bizony, jöjj, Úr Jézus! Advent van. Várunk. Nem másra, rád. Jöjj, Úr Jézus! Amen. Imádkozunk. Urunk, csodáljuk érthetetlen szeretetet titkát, amelyel megtartottál és megtartasz, amelyel a jövőben biztos pontot ígérsz nekünk, önmagadat adod. Köszönjük, hogy most is megszólítottál. Köszönjük, hogy fel akarod tölteni életünk lemerült akkumulátorát. Köszönjük, ha vigasztalsz, nagyon rászorulunk. Köszönjük azt a békességet, amelyet csak te tőled kaphatunk meg. Egész életünket formáld rád való várakozássá, nagy készülődésé, a veled való találkozásra. Amen. Kedves testvérek, szomorúan jelentjük, hogy az elmúlt héten eltemettük Meckler Zoltán földmérő mérnököt, aki 40 éves korában hazatért Istenéhez. Benne a Letenyei és a Meckler család gyászolja szerettét. A feltámadás és az örök élet igéjét lelkészünk hirdette az alsóvárosi temetőben. A befejező oltári szolgálatban Zoliért, hozzátartozóiért fohászkodunk a mindenhatóhoz. Ma délután 90, 110 és 200 éves jubileumunk ünneplésének állomásához érkeztünk a mai napon 90 évvel ezelőtt szentelte fel Kapi Béla püspök templomunkat. Délután 3 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, és ennek nyitánya volt a dr. Háfrenssel Károly mai prédikációja délelőtt, aki a zsinat lelkészi elnöke, tanszékvezető, egyetemi tanár. Köszönjük szépen prédikációját. Az Úr áldja meg mostani és délutáni szolgálatát, mert hogy a délután úgy kezdődik, hogy lelkészünk áhítata után a gyülekezet történetét hallgatjuk meg, majd, ha szabad mondani, a gyülekezet 2 legidősebb tagja emlékezik az elmúlt időkre, azután pedig Háfrenssel Károly az orgonáról beszél, annak történetéről és jelentőségéről. Ezt követően körülbelül 4 óra körül Lozsányi Tamás és Lozsányi Soma orgona hangversenyre kerül szó, sor. Minden esetre a mai délelőtt folytatásaként Háfrenssel Károllyal a gyülekezeti teremben találkozhatunk,
A szeretetszolgálat hív minket kis tejázással, beszélgetéssel egybekötve, hogy ismét találkozhassunk volt lelkészünkkel, valamint karácsonyi vásár is van a szeretetszolgálat által készített termékekből, aszaltgyümölcs, levendula, vannak díszek, ez az, tessék megnézni, valamint a családok részére adományokat fogadnak el. És ugyanekkor adventi könyvvásárt is tartunk, megérkeztek a jövő évi útmutatók és karácsonyi ajándékozásra alkalmas könyvkínálat is van. A szeretett szolgálat szervezésében 11-én kedden a hittancsoport lelkészünk vezetésével és muzsikálásával a fogyatékkal élőkhöz látogattak kis ajándékkal és adventi műsorral kedveskedve. Ezt követően lelkészünk Mohácson tartott advent sorozati evangelizációját is. Köszöntő és áldott karácsony kívánó levelet kaptunk az Édei gyülekezetből. A szekszárdi evangélikus gyülekezetnek kedves testvéreink, szívből köszönjük a december 16-i ünnepére való meghívást. Édében részesülünk örömetökben. Az ünnep vasárnapi Isten tiszteletében értetek ajánljuk fel imáinkat. Jó együtt ünnepelni, hálát adni és dicsőséget énekelni. Áldjon meg Isten benneteket ezen a különleges napon, valamint a jövőben is. Krisztusban összetartozván sok szeretettel üdvözlünk benneteket az Édei Evangélikus Gyülekezet nevében, Dan van Darne titkár és Gerda Bedding elnök, valamint Anke van Manen és Lieke Sanden lelkésznő. Adventi szeretetvendégséget tartunk december 18-án 17 órakor a gyülekezeti teremben. Lelkészünk áhítata után az elődök munkásságáról hallhatunk beszámolókat, vetítünk is, majd ezután kötetlen beszélgetésre kerül sor. És várjuk a gyülekezet adományait Isten tisztelet után az irodában, a karácsonyi csomagokhoz, hogy szokásunkhoz híven ovis és alsó tagozatos hittanúsainkat szenteste megajándékozhassuk. A szervezők kérik hirdetni, a Szent György Lovagrend szeretettel várja a nehezebb helyzetben élő testvéreinket december 21-én délben a Garai térre, ahol szarvas gulyással szeretnének kedveskedni. Bemutatkozásként csak annyit kell mondanunk, hogy az evangélikusoktól jöttünk. Az indiai külmisszió javára tovább gyűjtjük az 5 forintosokat. Elmúlt heti persejpénzünk 34.550 forint volt. Heti alkalmainkat a szokott rendben megtartjuk. Holnap 18 órakor női kör adventi alkalmát tartjuk. Előre jelezzük, hogy szenteste 16 órakor, karácsony első és második ünnepén 10 órakor pedig úrvacsorás istentisztelet lesz. A szilveszteri istentisztelet 17 órakor kezdődik. Főénekünk befejező versszakát énekeljük. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Amen.
Hálával köszönjük azt, hogy megismerhetted önmagadat velünk, hogy szavaddal, igéddel megszólítottál, hogy lelkeddel megérintettél, és valami újat, új teremtést kezdtél bennünk. Köszönjük a hitet, hogy vagyunk egyen-egyenként is, mint közösség is, hogy van otthonunk, hogy most is itt lehetünk előtted. Áldott légy, drága ajándékaidért. Kérünk is téged, hogy te magad is üzented nekünk. Segíts megmaradni a veled való szeretett közösségben. Hadd növekedhessünk ebben a kapcsolatban, bizalomban, a te igazságaidban és az egymás iránti szeretetben, szolgálatban. Terjeszti áldásodat, kegyelmes áldásodat mindnyájunkra. Különös hangsúlyra kérünk, drága úrunk, ezen a mai napon, hogy légy vigasztalója mindazoknak, akik gyászolnak, szomorkodnak közöttünk. Reménységgel adtuk a te kezedbe, ami szerettünket, ismerősünket, testvérünket, Meckler Zolit. Köszönjük a feltámadás bizalmát, jó hírét. Arra kérünk, hogy áld meg az ő emlékét köztünk, és arra kérünk, hogy ölel magadhoz az ő gyászoló családját, ismerőség. Rágulunk nem csak magunkat, mi közösségünket, de egész városunkat, népünket is szeretnénk eléd hozni. Kérünk a áldásodat, és hallgass meg minket, amikor most a közös fohász szavaival így szólítunk meg téged. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Végezetül vegyük az áldást Istennek néven. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te felé, és adjon neked békességet.